Szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a kávéházban, ez a kávéházi rendezvú. Ezúttal vendégem Orbán Attila, a megyei közgyűlés, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, én is köszöntöm a nézőket. Messziről indult az út, amit mi már itt előtte egy picit beszéltünk róla. Hol nőttél föl? Mert hogy te nem Tolna megyei vagy eredetileg. Én Erdélyben, Brassó megyében, Apácán születtem. Apácai Csere János szülőfalujában. Ez a Székelyföld pereme, Barcaság. Az Olt folyó választja el Brassó megyét, Kovászna megyétől, és ilyen szempontból egy határvidéken nőttem fel. A II. Világháború idején, amikor Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt, akkor ott volt a határ. Sajnos a mi falunk nem volt Magyarországnak akkor része, de hát a Trianonig magyar terület volt ez a rész is. Milyen volt a gyerekkorod? Milyen családban nőttél fel? Mi volt az, ami megalapozta egyébként ezt a közéleti tevékenységet, amit most végzel? Nagyon összetett gyerekkorom volt. Voltak nehézségek, és volt sok kaland. Röviden ezt tudnám elmondani. A szüleim elváltak, mikor 7 éves voltam. Akkor volt egy bátyám már. Ketten voltunk, elköltöztünk édesapámtól, és az anyai nagymamához költöztünk, a Mari mamához, és gyakorlatilag, mivel édesanyámnak dolgozni kellett, akkor a mama nevelt fel minket. Mama egy nagyon pedáns és nagyon szorgos idős asszony volt, és minket is munkára nevelt, tehát ott nem lehetett lazsálni a mama mellett, ott mindenkinek megvolt a napi feladata, és azt el kellett mindig szorgalmasan látni. Tehát ez hozzátartozott az életemhez, hogy bizony dolgozni kellett nap mint nap már kisgyerek koromban. De nagyon, nagyon szép tájon nőttem fel. Patakok, erdők, völgyek, halastavak. És hát amikor meguntuk a mamának a vezénylését, hogy mindig nekünk valami munkát kiszabott, akkor bizony elmentünk és élveztük az életet, és nagyon sok lehetőségünk volt ezt megtenni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon, nagyon kalandos életem volt. A gyerekkoromban nagyon sok barátom volt, a faluban eleve nagyon sok gyerek volt, több száz gyerek járt az iskolába, és bőven akadtak barátok, nagyon sok tér volt a faluban, ahova lehetett gyerekekhez csapódni, focizni, este bújócskáztunk, tehát nagyon, nagyon sokat játszottunk, igazi közösségi élet volt, nem unatkoztunk egyáltalán, és kint voltunk mindig a szabad levegőn, tehát a mi gyerekkorunk nagyon eltért a mostani gyerekek, az én gyerekeim életétől. Nekem az volt a büntetés, hogyha nem az ajtón belül, a házon belül kellett lenni, hanem egyáltalán az udvaron belül. Én szerettem kimenni az utcára, volt is lehetőség, és hát ilyen több kilométert bejártam nap mint nap. Én szerettem nagyon, nagyon nagy köröket megtenni minden nap. Ez a klasszikus grundérzés, amit a Pál utcai fiúkban is igen. úgy érezhettünk, az még az én gyerekkoromban is egyébként nem sok korkülönbség van közöttünk, még jellemző volt. Hol tanultál aztán? Hát Apácán kezdtem az iskolát. Az általános iskolát. Az általános iskolát, a 8 osztályt Apácán végeztem el, utána pedig Brassóba kerültem liceumba. Ez is egy érdekes időszak volt, mert ez a rendszerváltás előtti időszak volt. 2 évet még egy mechanika szakra jártam egy román iskolába, és 11-ben átmentem egy magyar liceumba,
de ott is rövid ideig voltam, mert mikor megalakult Brassóban a rendszerváltás után az első magyar liceum, az Áprilaös liceum, akkor lehetőségem volt 11-ben, körülbelül az év közepén átmenni a magyar liceumba idegen nyelvszakra, és ott érettségiztem, akkor angol, németet tanultam, és idegen nyelvekből kellett érettségizni. És ezt követően mit csináltál? Ezt követően pedig felvételiztem teológiára. Miért éppen teológiára? Hát hogyan jött a vallás az életedben? Hát az én kalandos gyerekkoromhoz az is hozzátartozott, hogy nagyon sok gyerekkel volt jó barátságom, jó kapcsolatom, de én lelkileg is egy nagyon kereső ember voltam, és mindig már egész kis gyerekkoromban kerestem, 12 évesen már nagyon érdekelt az élet értelme egyáltalán, miért élünk, mi értelme van az életnek, mi lesz velünk, hogyha elmúlik az élet, ha már nem leszünk, a halál utáni állapot, ez nagyon-nagyon intenzíven érdekelt. És érdekes, hogy annak ellenére, hogy birkozó voltam, tehát sportoló voltam, sikereim voltak, ez soha nem tudott engem eltántorítani attól, hogy nagyon mély, úgymond vallási vagy filozófiai kérdések feszegessenek belülről engem. És 15 éves koromban, nálunk akkor van a konfirmáció, 8-os voltam, akkor oda került hozzánk egy fiatal lelkész, aki nagyon nagy hatással volt ránk fiatalokkal, tehát ez még mindig a Ceausescu diktatúrában volt, és akkor egy nagyon nagy ifjúsági mozgalmat indítottunk el, figyelt minket a titkos rendőrség, megfigyelőket küldtek a csoportunkba, de minket ez nem nagyon zavart, nagyon lelkesek voltunk, és gyakorlatilag feladatomnak tartottam, hogy minél több fiatal gyereket én is a Biblia világába bevezessek. Az volt az egyik szórakozásom, hogy minél több gyerekkel Bibliáról beszéltem, imádkoztunk együtt. Tehát a lelki élet az egész fiatalon nagyon intenzíven érdekelt engem, és ugyanígy az iskolában is, amikor középiskolás voltam, ez folytatódott. Brassóban egy 70-80 fős ifjúsági csoportot vezettem, ott egy felekezeti ifjúsági csoportunk volt, és ez az ifjúsági munka, meg a közösségszervezés, ez már 10 évesen az életemnek a része volt. És ezt hogy fogadta a mama? A mama egyrészt büszke volt, mindig azt mondta, hogy valószínűleg én valami nagy ember leszek, és ezt nem a méretemre, magasságomra gondolta, ezt el is mondta. Büszke volt arra, hogy én foglalkozok a lelki dolgokkal. Hát ő nem volt egy lelki beállítottságú, elég erős, kemény világháborút megélt asszony volt, tehát volt benne keménység, és ezzel küszködni is kellett, de idős korában adtam egy Bibliát neki, és elkezdte olvasni a Bibliát. Emlékszem, hogy egyszer azt mondta, hogy az a baj csak a Bibliával, az Ószövetséget olvasta, hogy nagyon sok a háború benne, nagyon sok a harc, és ő békességre vágyna esténként, de valószínűleg, amikor már eljutott az evangéliumokig, akkor békességet is talált benne. De ilyen volt a mama. Elvégezted a teológiát, és aztán mi történt? A teológiát is érdekesen végeztem el, mert 2 évet Kolozsváron tanultam, utána 2 évet német területen, Nagyszebenben volt egy német nyelvű teológia, és Nagyszebenből 1,5 évet Hamburg mellett Hermannsburgban tanultam egy misszionárius képzőintézetben, és az 5. évre visszakerültem Kolozsvára, ott fejeztem be a teológiát, tehát így végeztem el 3 évet magyarul, 2 évet németül, elég sokat jártam ebben az időszakban Németországban, és hát megmaradt az a gyerekkori habitusom, vagy életmódom, hogy én már egész kiskoromban nyáron mindig dolgoztam. Tehát nálunk voltak lehetőségek kint a mezőn, vagy építkezéseken dolgozni, és én a nyaraim azzal teltek, hogy dolgoztam, és érdekes volt, hogy 13-4 évesen
én egy hónapban nyáron többet kerestem, mint édesanyám. És ilyenkor érdekes, hogy édesanyám is a mamához hasonlóan ilyen nagyon kemény asszony volt, keményen is bánt velünk, de szeretettel is, tehát tudott szeretni anyum, annak ellenére, hogy nagyon kemény volt. De nyáron, mikor dolgoztam, mindig nagyobb becsületem volt, mint iskolai időszakban. Tehát azt, hogy pénzt vittem haza tizenévesen, azt nagyon értékelték otthon. És az, hogy tanultam is, meg jól tanultam, az már nem volt olyan nagyon nagy érték a családban. Mert az magától értetődő volt, hogy az megy, az ki van pipálva. Azt előttem a családban nem volt olyan, aki egyetemet végzett. Tehát már az érettség is nagy szó volt nálunk. És mikor bekerültem a teológiára, szinte elkezdtek magázni otthon, tehát olyan nagy becsületem lett, meg ezt a család úgy fogta fel, hogy gyakorlatilag a családi státuszt megemeltem ezáltal. Sokan nem is hitték, hogy ez egyáltalán lehetséges, hogy valaki a családunkból egyetemre bejusson. És akkor nem is volt könnyű bejutni az egyetemre, ugyanis mikor 92-ben felvételiztem a teológiára, két helyre hatan voltunk jelentkezők. És a hatból négy olyan volt, aki több éve próbálkozott bejutni a teológiára, és nem sikerült. És így nekem elsőnek sikerült a hatból bekerülni. Úgyhogy egy nyáron, tehát én leérettségiztem, június végén, és szeptemberben volt a felvételi, tehát egy nyaram volt arra, hát akkor nem dolgoztam, akkor az volt a munka, hogy napi 14-16 órát tanultam. Akkor ez eredményes lett. Tehát igaziból, ahogy így hallgatom azt, amit mondasz, az látszik, hogyha úgy elhatározol valamit, akkor azt addig csinálod, de még úgy nem lesz. Lehet ezt így mondani? Igen. Mindig voltak céljaim, nagy céljaim, gyerekkoromban is. Például elhatároztam 14 évesen, hogy veszek egy lovat. Egész nyáron dolgoztam, összegyűjtöttem 8500 forintot egy nyáron. Édesanyámnak a havi fizetése akkor 1700 lej volt, nem forint, mert lejbe számolunk. És 8500 lejért vettem egy lovat. Persze ez 8. elején volt, valamikor szeptemberben. És ahogy hazavittem a lovat, vissza is kellett vinni. Elzavartak lovastól. Igen. De aztán a pénzt is elvette édesanyám, úgyhogy jól dolgoztam neki egész nyáron. De nálunk az volt a ló, az analfabetizmussal volt egyenlő, mert nagybátyám, az anyai nagybátyám, a palu leggazdagabb embere volt, fuvarozó ember, tűzifát fuvarozott. És ő egy nap annyit keresett, mint általában az emberek egy hónapban. Csak írástudatlan volt. És a lovakkal keresett amúgy jól, de nálunk azt tartottuk a családban, hogy aki lovakkal foglalkozik, az analfabéta. És ezért nem volt nekem szabad lovat tartani. Ha én lovaglásra akartam használni a lovat, de vissza kellett vinni, tehát ettől kezdve nem is foglalkoztam különösebben a lovakkal, akkor inkább a tanulással kezdtem el foglalkozni. És hogy kerültél Tolna megyébe? Mert hogy mi tulajdonképpen Tolna megyeiek azóta ismerünk téged, amióta száraz polgármestere lettél, tehát így azóta tudjuk, hogy Orbán Attila egy meghatározó személy itt ebben a megyében. Hogy kerültél ide? Én 97-ben fejeztem be a teológiát, és akkor kikerültem Arad megyébe lelkésznek, és 10 évig voltam Arad megyében lelkész, 97-től 2007-ig. És 2007-ben érdekeltek a lelkiébredések. Tehát teológus koromban is egy misszionárius képzőintézetben tanultam, és az afrikai misszió is nagyon érdekelt, és 2007-ben lehetőségem volt elmenni Dél-Afrikába, egy ébredési területre, a Zuluk közé, KwaZulu-Natalba, és 2007 és 2008-ban a családommal ott is éltünk egy évig, KwaZulu-Natalban, és KwaZulu-Natalban azok a misszionáriusok alapították a keresztény missziót, akiknél én tanultam Hermannsburgba, persze 150 évvel azelőtt. Ők voltak az első misszionáriusok, európai misszionáriusok, akik oda mentek Afrikába
hirdetni az evangéliumot. És ezek a német telepesek Dél-Afrikában, ők kapcsolatba kerültek azokkal a németekkel, akiket szárazról telepítettek ki. És mikor én ott voltam Dél-Afrikában, akkor mondták, hogy van Magyarországon, Tolna megyében egy száraz nevű település, ahol ők is szeretnének egy missziós központot létrehozni. És nem vállalom-e, hogy én eljövök valamikor ide Magyarországra, és itt elkezdek egy missziós tevékenységet. Ez 2007-ben volt, és két év után, tehát egy évet Dél-Afrikában éltem, még egy évet még visszamentem, akkor Temesvár mellett egy missziós központban éltem, és 2009-ben két év gondolkodás, imádkozás után úgy döntöttem, hogy elvállalom ezt a felkérést, hogy eljöjjek ide Magyarországra, és itt egy felekezetközi missziót felépítsünk. Hát alapvetően a családommal jöttem, meg jött egy svájci házaspár, és az első időben az volt a tevékenységemnek a fő iránya, hogy nagyon sok felé mentem, Kárpátaljára, Erdélybe, vissza Magyarországon, különböző gyülekezetekbe, és előadásokat tartottam az afrikai tapasztalataimról. Ezt szinte 5 évig csináltam, ilyen vándor prédikátorként, és ott Szárazdon is létrehoztunk egy kis közösséget. A végére elég szép számú közösség volt, és ennek a tevékenységnek a folytán ott megismerkedtünk az emberekkel. 2014-ben felkértek, hogy induljak el polgármesternek, és elindultam, és meg is választottak 5 év ott tartózkodás után a falu polgármesterének. És akkor még lelkész és polgármester voltam 5 évig, tehát 5 évig még mind a két tevékenységemet végeztem a faluban. Jelenleg a megyei közgyűlés alelnöke vagy. Ez a pozíció hogyan érkezett az életedbe, és mi az, amit ebben te látsz célt, amit meg lehet valósítani? Én már Erdélyben foglalkoztam politikával, érdekelt a közélet, és ott el is kezdtem 99-2000-ben egy politológia, filozófia képzést, csak egy év után befejeztem, illetve abba hagytam, és mindig volt egy kis hiányérzetem, én amit elkezdek, szeretem befejezni, és teológiát azt befejeztem, utána pedagógiát és pszichológiát tanultam, tehát iskolákban is sokat tanítottam, és mikor polgármester lettem, akkor adódott egy lehetőség, hogy a Metropolitán Egyetemen a századvég szervezésében politikai kommunikációt tanuljak. És polgármesterként elvégeztem ezt a képzést, és akkor már a szakdolgozatomnak a témája, vagy úgymond a kutatási területem a kampányok volt, tehát ebből írtam a szakdolgozatomat, és hát ott megismerkedtem olyan emberekkel, akik akkor még nem, de ma már nagyon ismertek, például az Orbán Balázs, a miniszterelnök úr politikai igazgatója volt az egyik tanára, vagy Kiszeni Zoltán, Perlaki Pap József, Pindrok Tamás, tehát velük jó kapcsolatba kerültem, és úgy éreztem, hogy azon túl, hogy polgármester vagyok, politikailag is tovább kell lépjek, és tovább kell fejlesszem magamat elsősorban, és mivel a kereszténység érdekelt, és ebben éltem, ezért a kereszténydemokrata néppárthoz csatlakoztam 2016-ban, és ahogy csatlakoztam a KDNP-hez, ott a környéken elkezdtem új szervezeteket létrehozni. És 2 év alatt 12 új szervezet jött létre Gyönk környékén. És ennek folytán 19-ben, mikor tisztújítás volt, akkor megválasztottak a KDNP megyei elnökének. És hát azóta nagyon felfejlesztettük a KDNP-t, tehát ma Magyarországon a 19 megyéből
Tolna megye az egyik legnépesebb és KDNP szempontból a leglefedettebb megyéje Magyarországnak. És hát a kampányokban való részvétel, több kampányban részt vettem, ez afelé mozdította el az életemet, hogy aztán 19-ben, mikor volt az önkormányzati választás, akkor már rajta voltam a megyei listán, és a megyei közgyűlés alelnöke lettem. Értem. Szerteágazó azért az a tevékenység, ugye jártál több országban, a családod is veled tartott, nagy családodban, Pakson éltek a családdal. Hány gyerek? És hogy viseli a feleséged ezt a, mennyiben tud támogató lenni? Tehát az a jó a feleségemben, meg a kapcsolatunkban, hogy a feleségem legalább annyira kalandvágyó, mint én, és mindent elég játékosan fog fel, és kalandosan, és így nagyon jól működik a mi kapcsolatunk. Tehát ő soha nem úgy élte meg azt, hogy mondjuk nyakunkba vettük a nagyvilágot, és akkor a föld egyik feléről átköltöztünk a másik felére, hogy ez milyen nagy katasztrófa, hanem hogy milyen nagy lehetőség és milyen nagy élmény. Hát ő mindig támogatott ebben az életérzésben. Vagy akkor 3 gyerekünk volt, és azóta még született 3. 3 fiunk van és 3 lányunk. Mennyi idős? A legidősebb lányom 24 éves, ő a Fogorvosi Egyetemen tanul, Temesváron, negyedéves. A Szilárd fiunk, a legidősebb fiunk itt dolgozik Szekszárdon, gépésztechnikus, Rebeka lányom pedig Pécsre jár, másodéves a jogi egyetemen. Többiek meg kisebbek, most végzős 8. Ábel fiunk, Naomi 5. végező, 11 éves, és a legkisebb Ádám 5 éves lesz augusztusban, óvodás. Ő még a babusgatós korban van. Igen. Egy picit. A feleségedekről már hol ismerkedtetek össze? Feleségemmel lelkészként ismerkedtem meg, tehát én Kolozsvárról, tehát Brassó, Kolozsvár, Nagyszeben, Aradra kerültem, Arad környékére, ott éltem 10 évig, és a feleségem Arad környéki, tehát Arad mellett Fazekas Varsándról származik, ott voltam gyülekezeti lelkész, és ott ismertem meg. Nyilván azért kell ahhoz egy nagyfokú bizalom egymás iránt, hogy így lehessen élni egy életet, hogy csak így fogjátok magatokat, és egyik helyről a másikra költöztök, ugye? Bizalom és szeretet. Tehát én azt látom, hogy nem tudnánk egymás nélkül élni. Tehát egy-két napot sem. És ez ugyanígy a gyerekeknél. Tehát én amikor nagyon sokat jártam szerte az országba, vagy más országokban is előadásokat tartani, egy idő után észrevettem, hogy hát ezt a gyerekek nagyon nehezen viselik. Hát hazajöttem egy hét után, és akkor éppen ruhát cseréltem a táskámba, és mentem tovább, és hát láttam, hogy a szívük sír. Tehát, és akkor azért is vállaltam, hogy inkább polgármester leszek, mert nagy családdal azért otthon kell lenni. Tehát ezt be kell látni, hogy szép és jó, de mindennek megvan a helye és az ideje. Lehet, hogy mikor már nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor ismét lehet ilyet vállalni, de vannak időszakok, amikor fel kell ismerni azt, hogy a család az első. És a politikában is, tehát nagyon sok mindent együtt csinálunk, feleségem is nagyon sok mindenben segít, főleg kampányidőszakban. Gyerekeket mindig úgy neveltük, hogy ők is vegyék ki a részüket. Nagyon fontos, hogy értsék, hogy apa hol van. Tehát mondom, amikor plakátolunk, vagy bármit, hogy nehogy azt gondolt, hogy én szórakozni megyek el. Tehát ez kemény munka. És hadd értse, tanulja meg, hogy miből áll ez. És alkalomattán akkor ő is el tudja. Ha dönt valami mellett, akkor úgy dönt, hogy tudja, hogy mi mellett döntött, és az mivel jár. Mondtad, hogy mindig is meghatározó volt ez a közösség építő tevékenység. Ugye itt, hogy végigvettük az életutadat, ez szépen látszott is abból, amit elmeséltél magadról. Mi a terved, mi a célod a jövőre, ha már közösség, ha már politika? Hát, tovább szeretném folytatni ezt a megyei építkezést, a KDNP építését a megyén belül, keresztény demokrata közösségeket,
úgy szeretném a politikai építkezést is, hogy ez egy baráti, összetartó közösség legyen. Nagyon örülök, mikor választmányi ülésünk van, összejövünk 40-en, 50-en, és nem csak hivatalosan vagyunk együtt, hanem tényleg egy igazi baráti közösség az, akik együtt dolgozunk, és én így szeretek dolgozni, hogy akik együtt vagyunk, egymásra odafigyeljünk, egymást bátorítsuk, egymást segítsük, közösen építkezzünk, megosszuk a tapasztalatainkat, fiatalokat tanítsuk, jó példával járjunk előttük, így képezzük őket, a következő generációt a feladatokra. Nagyjából ez a terve. Én sok sikert kívánok mindehhez. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon érdekes volt így végighallgatni, hogy hogyan is élted eddig az életedet, kitartást a terveidhez. A nézőknek köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk a következő alkalommal is. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, sok sikert a sorozathoz. Köszönjük.